Köszöntöm nézőinket! Önök a Szeged Televízió regionális egészségügyi magazinjának 2022. évi harmadik adását látják. Mai fél óránkban szó lesz egy olyan szimultán műtétről, amelyet hazánkban először Szegeden végeztek el, megmentve ezzel egy 85 éves férfi életét. Szintén Szegedhez kötődik az a világ első operáció, amelynek során egy mély agyi stimulációs elektródát ültettek Parkinson-kóros betegbe. Az Ormos Intézet kisfilmje pedig az érelmeszesedés következményeit taglalja. Tartsanak velünk! Egy 85 éves beteg életét mentették meg Szegeden a múlt év végén. Az idős férfinak két olyan szívérrendszeri problémája is volt, amelyek külön-külön is életveszélyesek voltak. A klinikai központ orvosai ezért egy olyan szimultán műtétet hajtottak végre sikeresen, amit eddig még sehol sem alkalmaztak hazánkban. Hogy pontosan mi is történt a műtőasztalon, és kiken segíthet ez az eljárás, erről a kardiovaszkuláris hibrid munkacsoport két tagját, Ruzsa Zoltán kardiológust és Palásti Zsolt érsebészt kérdezem. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, jó estét kívánok Önöknek. Hogy sikerült a műtét? A műtét jól sikerült. Az első részét, mint a kardiológiai oldalt, el fogom mondani, hogy a betegnek volt egy aorta billentyű szűkülete. Ezek a betegek, hogyha panaszosak, általában az éves halálozás az 40% fölött van. Mi egy tavi beavatkozást végeztük, az azt jelenti, hogy a femorális verőéren, tehát a lágyék verőéren keresztül egy billentyűt ültettünk be a aorta billentyű szűkület helyére. Ezzel mi valójában megoldottuk ezt a nagy betegséget, ami a beteg életét veszélyeztette. Ezt követően az érsebész kollégák elvégezték a második beavatkozást, amit Zsolt elmond. Igen, mert hogy másik problémája is volt ennek az idős férfinak, érsebészeti szempontból mi volt az? Igen, hát tulajdonképpen már egy ideje a látókörünkben volt, tehát gondozás alatt álló beteg volt, egy hasi főverőér tágulata volt, és ez a hasi főverőér tágulat kezdett el az utóbbi időszakban növekedni, ami mindig annak a fenyegető jele lehet, hogy esetleg nem fog bírni az érfal, az éren belüli nyomásviszonyoknak ellenállni, és megrepedhet, ami egy életveszélyes, gyakran halálos szövődmény, ha területen történik. És egy viszonylag gyors növekedési tendencia volt észlelhető, és hát elébe menve a szövődmény bekövetkeztének, ilyenkor műtétet indikálunk. És a műtéti előkészítés során történt szívgyógyászati vizsgálat derítette ki, hogy betegünknek van egy másik problémája, szívbillentyű problémája is, és hát ő azért idős, egyéb társbetegségekkel is bíró beteg volt, akinek a műtéti teherbíró képessége az csekélynek mondható volt. Tehát lényegében ezért is volt javaslat számára, hogy egyszerre, egy időben végezzék el ezt a két eljárást. Igen, és hát a dolog lényege az tulajdonképpen az volt, hogy néhány évvel ezelőttig ezeket a műtéteket csak nagy, nyitott sebészi beavatkozások során lehetett elvégezni. Tehát például a hasi főverőér műtétet egy nagy hasi feltárással járó beavatkozásnál, a billentyű műtétet pedig ugye egy nagy mellkasi műtéttel, amit egy ülésben egyszerre biztosan nem lehetett elvégezni. De külön-külön is ennek a betegnek a teherbíró képességét ez a két beavatkozás meghaladta volna, tehát nyitott műtétre alkalmatlan lett volna, és hát ezzel a katéteres módszerrel pedig egy jóval kisebb terheléssel lehet a beteget megoperálni, sokkal kisebb a kockázata a beavatkozásnak, és lényegében így módon az életre való esélyt lehetett a betegnek megadni azzal, hogy műtétre tudtuk vinni, és meg lehetett csinálni a két beavatkozást egyszerre. Ki döntött arról, hogy egy ilyen beavatkozást véghez vigyenek? Ugye hazánkban Szegeden végeztek ilyet először, szóval, hogy ez egy ilyen egyedülálló műtétnek számított. Ilyen típusú műtétet a világon is párat végeztek. Ugye én 3 darab publikációt találtam ilyen esetről. Itt azért komplex a kép, mert ugye kellett egy vaszkuláris team, tehát egy ér team, és kellett egy heart team, tehát egy kardiológiai team is, amit ugye összehangoltunk a Zsoltékkal. Ugye nekünk, mint kardiológusoknak meg kellett beszélni a szívsebészekkel, mi legyen a beteg sorsa. Beteg idős volt, gyakorlatilag nem volt műthető,
ebben a stádiumban, vagy olyan magas, gyakorlatilag 40%-os várható halálozás mellett. Ezért választottuk a tavi beavatkozást, amikor ezt a katéteres billentyűt ugye egy szúrásból helyeztük fel gyakorlatilag az aorta billentyű helyére. Ilyenkor a várható halálozás 5% alatt van évente. És ez követte ugye a vaszkuláris tém, amikor ugye a CT képek alapján Zsoltékkal megbeszéltük, hogy mi legyen a hasi aorta aneurizmával. Mennyi felkészülés, egyeztetés előzi meg az ilyen szimultán műtétet? Tehát mi folyik a háttérben a műtét előtt? Hát ez azért jó néhány hetet igénybe vett, mert ugye mind a két problémának a kezeléséhez felhasznált katéteres eszköz, a billentyű és a katéteresen beültethető műér is több millió forint értékű eszköz, ami kvázi egyedileg kell a betegre, szabottan kell, az ő anatómiai paramétereihez igazítva kell beszerezni, és hát ez egy időigényesebb folyamat, és ezt követően a tímeket össze kell hangolni, azoknak a munkarendjét és a beteget fel kell készíteni, úgyhogy ez azért jó néhány hétbe telt, és ezt a Covid egy kicsit még most úgy hát nehezebbé is tette. Meg is nehezítette. Ugye azt elmondtuk, hogy alapvetően egy-egy műtét a maguk szakterületén nem lett volna annyira bonyolult, tehát hogy egy rutin eljárásnak számíthatna. De így, hogy szimultán így azért összetettebb volt a folyamat. Kardiológusként mi okozott, vagy mi volt a nehézség, vagy mi volt a kihívás ebben a feladatban? Kardiológusként nekünk valójában az volt a probléma, hogy egy értágulaton keresztül kellett felvezetni ezeket a vastag eszközöket, és a vastag eszközök akármikor megsérthetik ezt a papírvékony aortafalat. Tehát gyakorlatilag ruptúrálhat az egész terület, megrepedhet. Éppen ezért vastagabb, hosszabb eszközöket kellett használjunk az élsebészekkel konzultálva, hogy nehogy ez műtét alatt megrepedjen. Illetve ebben van véralvadék is ebbe az aneurizmában, ebbe a tágulatban, ami az alsó végtagokba elszóródhat. Tehát éppen ezért kevesebb katéter manipulációval kellett megoldani a beavatkozást. Nagyon fontos volt a tervezés egyébként, amit Zsoltékkal megcsináltunk. Ugye a billentyűt is meg kellett tervezni, és meg kellett tervezni tehát elég komplex, mert egy ilyen ág-ágszerű stent graftot raktak be a Zsolték, ezt majd elmondja Zsolt. Tehát ez egy nagyon komoly tervezést igényelt maga a műtét. És ami fontos, hogy megcsináltunk még egy ilyen műtétet azóta, ami ugyanez a komplex típusú, tehát egy ilyen elágazásos graft beültetést, és ugyanúgy a tavi billentyű beültetést mutatta, és ugyanígy meg kell tervezzük. Ez egy hosszú procedúra volt ugyanúgy. De gyorsan meg kellett csinálni, mert két életveszélyes állapot van egyszerre. Még fogunk erről a másik operációról is beszélni, de hát érsebészként is volt kihívás ebben az eljárásban. Mi volt önnek az, doktor úr? Hogyne, hát nyilvánvalóan ugye a szívbetegség miatt ezeknek a betegeknek a műtéti teherbíró képessége rendkívül csekély, tehát nagyon fontos az, hogy törekedjünk arra, hogy minél kisebb legyen az a terhelés, ártalom, aminek kitesszük a beteget, és az eszközök manipulációjával kell nekünk is nagyon óvatosan bánni, hiszen azért a hasi főverőér katéteres beültetésénél is kell eszközöket felvezetni egészen magasra a szív közeli területre, és hát mivel ott egy műbillentyű került beültetésre, erre külön nyilván figyelmet kellett fordítani, meg egyébként is egy nagyon-nagyon hát súlyos, rossz állapotban lévő érrendszerbe kellett ezt a műéret beültetni, aminek számos szövődménye lehet így műtét közben is, ezekre figyelni kellett, hogy el tudjuk kerülni ezeknek a bekövetkeztét, úgyhogy nem volt egy egyszerű történet, de hála Istennek sikeres volt mind a kettő, és problémamentesen lettek a betegek elbocsátva a klinikáról, úgyhogy... A második eset ugye nem olyan rég történt, már idén, 2022-ben. Akkor ez már evidens volt, hogy őt is így operálják meg? Zoli? Természetesen evidens volt, hogy ugyanezzel a módszerrel csináljuk meg. Annyit módosítottuk a technikánkon, hogy gyakorlatilag itt már sebészeti feltárás
nélkül történt, tehát már a szúrt területet se vágtuk, hanem gyakorlatilag katéteres úton hatoltunk be, és ugyanúgy zártuk, és szövődménymentes volt mind a két típusú beavatkozás, úgyhogy gyakorlatilag teljesen sebészi meccés nélkül történt a beavatkozás. Milyen nemzetközi visszhangja volt ezeknek az operációknak, hiszen ahogy ön is említette, a világon eddig 3 ilyet végeztek, vagy erről van dokumentáció? Egyelőre még ugye nemzetközi visszhangja annyiban nem volt, hogy nem publikáltuk a beavatkozásokat, de természetesen ez folyamatban van, és érsebészeti meg kardiológus kongresszuson is be akarjuk mutatni majd mind a két beavatkozás egyszerre. A kardiovaszkuláris munkacsoport hajtotta végre mindkét operációt. Milyen az összhang a két munkacsoport között? Hát azt gondolom, hogy ez nagyon jó. Főorvos úr nem olyan nagyon régen érkezett ide vissza hozzánk Szegedre, és hát nagy örömmel fogadtuk, innen származott el néhány évvel ezelőtt, és aztán ide tért most haza, és nagy reményeink vannak azt illetően, hogy hát milyen bővítéseket tudunk majd a műtéti repertoárban, illetve az általunk kezelhető betegek vonatkozásában elérni. Eddig azt gondolom, hogy nagyon jók az együttműködésnek a tapasztalatai mindkettőnk számára, mert ezen kívül is történt már olyan beavatkozás, amit korábban elképzelhetetlen lett volna, tehát úgy gondolom, hogy a két munkacsoport közösen többre képes, mint külön-külön, és motiváljuk egymást, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó együttállása itt most a körülményeknek és a lehetőségeknek. Önök szerint mennyire lett a jövő útja ez a fajta operáció, amit végrehajtottak nemrégiben? Ezek azért egyedi esetek, ezek inkább magát a centrum minőségét jelzik, hogy ezeket a komplex eseteket el tudjuk látni. Évente egy pár darab ilyen műtét fordulhat elő, viszont sok ilyen típusú műtét van, ahol egy ilyen komprehenzív ellátásra van szükség, és pont ez a célunk a vaszkuláris munkacsoporttal, hogy egy olyan komprehenzív centrumot hozzunk létre, ahol minden kardiovaszkuláris nagy rizikójú beteget el tudunk látni Szegeden. Doktor úr szerint milyen előnyei lesznek ennek a centrumnak? Úgy gondolom az, amit a főorvos úr is az imént említett, tehát ugye vannak betegségek, amik úgymond típus betegségek, és vannak olyan problémák, amik nagyon hát különlegesek, és azokra nem annyira lehet sablon megoldásokat alkalmazni, hanem rendkívül körültekintően hát egyénre szabottan, individuálisan kell megoldani ezeket a problémákat kreatívan, és ezek az igazán nagy kihívást jelentő komplex esetek, amik meghaladják egy-egy szakmának a korlátait, legyen az érsebészet, vagy legyen az a kardiológia, és van egy jó néhány határterület, és hát ezek azok, amiknek a problémáit így közösen egészen biztos, hogy sokkal magasabb szinten fogjuk tudni ellátni, mint ahogy azt külön-külön valaha is tudtuk volna. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztották mindezt, és további jó munkát kívánok, eredményes munkát önöknek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. E nagy sikerű operáció után egy másik jelentős eredménnyel bíró műtétről számolunk be, amely ugyancsak Szegedhez kötődik. Az Egyetem Idegsebészeti Klinikáján a világon elsők között ültettek be Parkinson-korban szenvedő betegbe direkcionális mélyagyi stimulációs elektródát, amely az agyimag célzott, irányított, pontos ingerlésére képes. Az apró pacemaker-szerű eszközt, a neurostimulátort a mellkas bőre alá helyezték, hogy az vékony vezetékeken keresztül jeleket küldjön az agybetegségért felelős területre. A műtét azért világelső, mert az egyedülálló innovációt jelentő BrainSense technológia a hagyományos ingerlés mellett az agyi aktivitást is méri, lehetővé téve, hogy a stimulációt a beteg egyéni igényeinek megfelelően akár automatikusan állítsa a rendszer. 2021. június 21-én végezhettük az Idegsebészeti Klinika és a Neurológiai Klinika együttműködésében a ma a világon elérhető legkorszerűbb mélyagyi stimulátor rendszer beültetését, az úgynevezett BrainSense rendszernek a beültetését egy Parkinson-korban szenvedő betegben, és az igazi újdonság ebben a műtétben nem is ez a BrainSense technológia volt, hanem hogy a külön ehhez a stimulátor rendszerhez fejlesztett speciális elektródákat, mélyagyi elektródákat is a
világon az elsők között tudtuk beültetni. Ennek az elektródának a lényege, hogy egy direkcionális stimulációra képes, ami azt jelenti, hogy a hagyományos elektródákkal ellentétben a stimuláció, amit végezni tud, az nem egy henger alakú körkörös stimuláció, hanem célzottan az elektróda mentén irányítottan tudunk vele ingerelni, és nem csak egy mindenfele terjedő elektromos ingerlést tudunk leadni, hanem a célpontunknak, annak a mélyagyi magnak, amit ingerelni akarunk, azt a speciális részét még célzottabban, pontosabban lehet ezzel kezelni, amivel a legjobb tüneti kontrollt és a terápiás hatást tudjuk elérni. 2020. januárjában szintén abban a megtiszteltetésben volt részünk itt a Szegedi Tudományegyetem, illetve a Szegedi Tudományegyetem idegsebészeti klinikájának és neurológiai klinikájának magát ezt a BrainSense rendszert, a magát a stimulátor rendszert a világon szintén az elsők között ültethettük be, ami ugye Magyarországon teljesen az elsőként, ugyanúgy, mint ezt a speciális elektróda rendszert, illetve a stimulátort magát most ennél a műtétnél. Tehát Magyarországon elsőként végezhettük el ezt a műtétet, de a világon is az elsők között végezhettük el ezt a műtétet. A direkcionális lead, ugye nem ez az első ilyen direkcionális lead a piacon, vagy hát a gyártók termékei közül, ami elérhető, viszont ez az első olyan direkcionális lead, ami a BrainSense technológiával is kompatibilis. Ugye a BrainSense technológiának az a lényege, hogy ez nem egy egyirányú folyamat, tehát nem csak a stimulátor, nem csak áramot ad le a magba és ingerli, hanem visszafele regisztrálni tudja az agynak, illetve ennek a magnak a működését, és reményeink szerint ez a kombinált rendszer az, ami majd megteremti azt a lehetőséget, ami ezekben a rendszerekben már elérhető, és amint a megfelelő tapasztalat összegyűlik, ami remélhetőleg maximum 1-2 éven belül összegyűlik, az úgynevezett ilyen adaptív stimuláció is elérhető lesz. És az a direkcionális lead, ami ezzel a termékkel kompatibilis, illetve a többi direkcionális leadnek is az a külön kiemelt szerepe ebben, hogy ez nem egy körkörös ingerlést képes leadni, tehát amikor bekapcsoljuk a direkcionális leadet, akkor nem egy ilyen gömbnek megfelelően egy elektromos mezőben stimulál, hanem külön szegmenseket lehet rajta bekapcsolni, és ezzel ennek a gömbnek a különböző cikkelyeinek az irányába lehet kiválasztani, hogy merre akarunk hatékonyabban stimulálni. Egyik nagyon nagy előnye ennek az, hogy ha a betegnek megfelelő a tüneti kontrollja a stimuláció mellett, de valamilyen olyan mellékhatás is tapasztal, ami nem kellemes neki, akkor ezzel ki lehet küszöbölni az ilyen mellékhatásokat. A másik nagyon nagy előnye az, hogyha nem egy egész gömbfelületet stimulálunk, csak annak egy részletét, akkor sokkal kisebb energiafelhasználásra van szükség, ami hosszú távon megint csak a betegeknek azért is jó, mert a stimulátor telepe így hosszabb ideig bírja, lehet, hogy akár egy 20-30%-kal is tovább bírhatja az akkumulátora, ami azt jelenti, hogy mondjuk nem 3-4 évente, hanem 4-5 vagy 5-6 évente kell csak egy kisebb sebészeti beavatkozással kicserélni magát a stimulátort, hogy továbbra is fenntartható lehessen a hatás. Ugye így néz ki maga ez a mélyagyi stimulátor, ami önmagában nem sokat ér, tehát ugye ahhoz, hogy ez a hatást ki tudja fejteni, szükség van az agyba beültetett elektródákra, és ez a stimulátor maga, ez már önmagában is egyébként a ma elérhető legmodernebb technológia, nem csak amiatt, hogy két irányba tud regisztrálni, tehát hogy nem csak stimulálni tud, de az agyi elektromos tevékenységet is tudja regisztrálni, hanem azért is, mert önmagában már olyan akkumulátor technológiája van, ami a hagyományos vagy a korábbi generációs stimulátorokhoz képest egy körülbelül 20%-kal vagy 30%-kal hosszabb életidőt biztosít. Emellett, ami szintén teljesen egyedülálló a mélyagyi stimulátor rendszereknek vagy rendszerek között, hogy a teljes rendszer a stimulátor az elektródával együtt 3 teszlás MRI készüléken is teljes test kondicionális. Elsősorban úgy gondolom, hogy orvosként is nekünk ez azért nagyon nagy előrelépés, illetve nagyon nagy eredmény, hogy ezt a rendszert már gyakorlatilag tényleg, ahogy megjelent a világon, az elsők között be tudtuk ültetni, mert így a betegeinknek a számára meg tudjuk adni azt a lehetőséget, hogy ma a világon elérhető legmodernebb mélyagyi stimulátor rendszerrel, illetve a legkényelmesebben kivitelezhető műtéti technikával és legbiztonságosabb műtéti technikával tudjuk ezt a műtétet
kivitelezni, illetve ezt a terápiát a betegeink részére elérhetővé tenni. A másik oldala az, hogy önmagában ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, nem csak nekem, illetve a neurológus kollégáknak személy szerint, hanem én úgy gondolom, hogy az egész idegsebészeti klinikának, hogy a cég, aki ezt a terméket fejlesztette, látja azt, hogy itt a Szegedi Tudományegyetemen eszközök és a szakma szempontjából is olyan magas színvonalat képviselünk, hogy rendelkezésünkre bocsátják ennek a rendszernek az elérhetőségét, és a világon az elsők között, tehát hogy igazándiból nem mi leszünk azok, akik már a tapasztalatokat felhasználhatjuk, hanem mi leszünk azok, akik már a tapasztalatokat megosztják, és ez mindenképp egy nagyon nagy szakmai elismerés, én úgy gondolom az intézményünk részére, és hát ebben nyilván nem kis szerepe van annak, hogy az elmúlt másfél-két évben, most már inkább azt mondom, hogy két évben olyan nagyszabású fejlesztések történtek itt a Szegedi Tudományegyetem, illetve az idegsebészeti klinikán, amik lehetővé teszik azoknak a legmodernebb eszközöknek a használatát, amiről beszéltem is korábban, mind a műtét alatti háromdimenziós röntgenkészüléknek a használatát, a NextFrame rendszernek a használatát, a navigációs rendszer használatát, ami tényleg a korábban magas színvonalú műtéti intézményből a világszínvonalú intézmények közé emelt minket. A betegek, én azt gondolom, sokat tudnak ebből az új technológiai lehetőségből profitálni. A BrainSense technológiát lényegében már másfél éve Magyarországon való megjelenése óta alkalmazzuk betegeinknél, és én azt gondolom, egy jelentősebb tapasztalatot tudtunk gyűjteni, hogy a gyakorlatban jól alkalmazható a BrainSense technológia. Fel tudtuk azt mérni, hogy milyen gyógyszeres, illetve stimulációs beállítások mellett lehet legjobban elnyomni ezt a rendellenesen megjelenő agyi aktivitást, és ezáltal a betegek állapotában javulást elérni. Megtörtént az első műtét a SenSight direkcionális lead alkalmazásával is. Én azt gondolom, hogy a terápiás lehetőségeket a BrainSense-zel kombinálva ez nagy mértékben ki fogja szélesíteni. A páciens körülbelül két éve került a látóterünkbe, előtte más helyen volt a gondozása, és sokáig jól is volt az alkalmazott gyógyszeres kezelés mellett. Már ugye neki több mint 20 éve elkezdődött a betegsége, és amikor igazából a mi klinikánkra, ide a Szegedi Neurológiai Klinikára került, akkor elsősorban a zavaró mértékű túlmozgások miatt érkezett, tehát olyan szinten voltak akaratlan túlmozgásai a páciensnek, hogy szinte a széken alig tudott megülni. Eleinte át gondoltuk, a gyógyszeres kezelését módosítottunk rajta, ezzel valamennyi időre, egy fél évre, egy évre tudtunk enyhíteni ezeken a zavaró mértékű túlmozgásokon, azonban már akkor látszott az, hogy ez valószínűleg csak egy átmeneti javulást hozhat, és már kezdettől fogva felajánlottuk neki a mélyagyi stimulációs kezelést, mint alternatívát, és igazából amint ő is belátta azt, hogy gyógyszerrel akárhogy változtatunk a gyógyszeres kezelésén, lényegesen nagy javulást nem tudunk már elérni, akkor ő is egyértelműen azt mondta, hogy szeretné ezt a fajta kezelést, hogyha alkalmas rá, és ez irányba történt egy kivizsgálása, osztályos felvétel keretein belül. Szerencsére alkalmasnak találtuk, nem volt még lényeges memória funkció romlása sem, így került ő gyakorlatilag kiválasztásra. Az ő esetében egyébként nem is annyira a mozgás lelassulás, hanem elsősorban a zavaró mértékű túlzott mozgások voltak azok, amelyek a fő indikációt képezték, illetve az utóbbi néhány hónapban fordult elő nála az, hogy váratlan lefagyások, váratlan mozgáslassulások is színezték még a klinikai képet. A BrainSense technológia pedig azért
jó számunkra, azért nagy segítség a klinikus számára, mert többnyire ugye a klinikai tünetekre kell, hogy hagyatkozzunk, amikor kiválasztjuk, hogy pontosan hol alkalmazzuk, milyen magasságban vagy mélységben alkalmazzuk a stimulációt. A BrainSense-nek a segítségével lehetőségünk van arra, hogy érzékeljük is azt, hogy milyen az elektromos potenciál, az elektromos mező az adott stimulációs magasságokban, és ez egy további információ a klinikai tünettan mellett arról, hogy mit látunk, hol van olyan elektromos működés zavar, aminek a stimulációjával még jobb eredményt tudunk elérni. A mélyagyi stimulációs kezeléstől a páciens esetében azt várjuk, hogy lényeges túlmozgások nélkül tudjunk elérni egy olyan jó mozgás teljesítményt, ahol a lefagyások sem jellemzőek. Tehát próbáljuk úgy beállítani a stimulációs értékeket, hogy ne legyen túlmozgás, ne legyen lefagyás, hanem azt lehet mondani, hogy egy jó mozgás sebesség, mozgás teljesítményre legyen ő képes, elsősorban túlmozgások nélkül. A mélyagyi stimulációs műtét után 10-14 nappal van az első kontrollvizsgálat, azt még az idegsebész kollégák végzik, ugye ez elsősorban varratszedés, illetve seprevízió, hogy kell-e valamit, vagy szépen gyógyult a betegsebe. És neurológusként a műtét után egy hónappal találkozunk a beteggel. A műtét után van egy fokozottabb figyelem, illetve a beállítás kiválasztása miatt kezdetben gyakrabban látjuk őket, de később nem igényel nagyobb számú kontrollvizsgálatot. Úgy tanítottam, testnevelő tanár vagyok egyébként, úgy tanítottam, hogy parkinsonos voltam már az utolsó 6 évben. Túlmozgás volt zömében, sokszor elestem 2 éve. Először befektettek egy hétre, hogy alkalmas vagyok-e a műtétre, mert egy ilyen alkalmasági vizsgát kellett. Mert aki gyenge, Alzheimer, kóros például, annak nem tudják megcsinálni. Tehát ez előfeltétele volt, mindenféle tesztet kellett kitölteni. És akkor megbeszéltük, hogy az én állapotom már csak műtétileg javítható, de hát gyógyszeresen nem. És akkor döntöttünk úgy, hogy megpróbálom ezt a műtétet. De hát úgy érzem, hogy jól döntöttem. Most jobban lényegesen, mint amikor jöttem. Menetem jobban tudok menni. És ez javulni fog. Hogy lényegesen jobb lesz, mint előtte volt. Az érelmeszesedés az ütőerek beszűkülésével és megkeményedésével járó betegség, a belső falaira rakódó zsírok következtében alakulhat ki. Súlyos következménye akár a szívroham vagy az agyvérzés is lehet, de ezeket a szövődményeket megfelelő kardiológiai kivizsgálással és kezeléssel meg lehet előzni. Erről szól az Ormos Intézet most következő kis filmje. A doktor. Érelmeszesedés következményei. Köszöntöm Önöket! Stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója, akit arról kérdezek, hogy mi a teendő akkor, hogyha valakinél már sajnálatos módon kialakult az érelmeszesedés. Mit lehet tenni? Hogy lehet ezeket a mész plakkokat eltávolítani valamilyen úton, módon az érfalról? Jaj, de jó lenne, hogyha ezt onnan el lehetne távolítani. Sajnos, hogyha ez a betegség kialakult, akkor azt kell mondjam, hogy olyanok vagyunk, mint mondjuk egy évtizeddel ezelőtt volt a magyar foci válogatott, hogy futunk az eredmény után. A meglévő plakkokat, azokat úgy lehet eltávolítani az érbelfelszínről, hogy az illető egy késsel kivágja azt a szakaszt, ami beteg. Ez nem hangzik vagy túl a más megoldás esetleg? Igen, tehát az a baj, hogy ezek a plakkok, ezek nem rajta vannak az érfelszínen, belfelszínen. Ezek részük az érfalnak. Tehát beleépül a rugalmas érfalba a mész. Tehát, pontosan, igen. Na most ezt azért, hát az ember azért az élete folyamán, pláne hogyha ezen a pályán mozog, előbb-utóbb megfordult boncteremben, és találkozik olyannal, akinek tényleg betegek voltak az erei. Na most leginkább úgy lehetne elképzelni, mint amikor az ember fölüt egy tojást, a tojás héjat, ha már kiürül, befogja az ollóba, és az ollóval elvágja. Tehát ez tényleg mész, és tényleg recseg ropog. Tehát itt nincs mese, az ott konkrétan mészkeménységű, kagylóhéj keménységű, ami ott benn van.
És azt lehet látni, hogy az ereknek ilyenkor elvész a ruganyossága, elvész a különféle áramlási viszonyokra adott válaszreakciója, tehát ott nagyon sok minden károsodik akkor, amikor ez kialakul, és valóban sajnos, hogyha meszesedés van, akkor hát az illetőt már gondozni kell azért, hogy lassuljon le a további előre haladása ennek az egésznek, és ne szenvedjen el akkora életminőségbeli romlást, ami már adott esetben tolerálhatatlan. Mi a teendő akkor, hogyha ez a mész már kialakult? Tehát nem lehet leolvasztani sehogy sem az érfalról? Nem, sajnos nem. Ez sokan úgy képzelik el ezt az egészet, hogy ilyenkor a mész az mondjuk, mint a vajas kenyéren a vaj rajta van az érfalon. Ilyenkor nem erről van sajnos szó. Itt arról van szó, hogy ez a mész, ez tulajdonképpen maga az érfal. Tehát összeolvadt ez a kettő. Nem lehet őket szétválasztani, nem lehet ezt a meszet onnan leszedni. Egészen addig, amíg ezek a kis plakkok nem meszesednek el, addig lehet velük valamit kezdeni, de abban a pillanatban, hogy a méz beépül, az ott marad kész. Tehát, hogyha nincsen egy sebész és nem veszi ki, akkor az ott lesz. De egyetlen egy dolgot lehet igazándiból forszírozni, az pedig az, hogy ne növekedjen tovább ez a dolog, és ne csukja be azt az eret, amelyikkel beteg, amelyikkel probléma van. Mert ugye az igazi panaszok azok ott kezdődnek, amikor az érfalban lévő mész már szűkületet csinál, és a szűkület mögötti területnek az érellátása, az szavart szenved. Hát ez leginkább kiszeret alakulni, ez ugye a központi idegrendszer. Az oda vezető artériákon nagyon jellegzetes, hogy meszesedés alakul ki, a koszorúerek, a másik terület, ahol nagyon jellegzetes, de alapvetően meg az alsó végtagnak az ereje nyilván, de hát mondjuk, hogyha a vese artériákon alakul ki szűkület, az se egy öröm, illetve hogyha az aorta fal károsodik a meszesedéstől annyira, hogy mondjuk adott esetben el tud szakadni például, hát az se egy öröm, az egy életveszélyes állapot, tehát ezt igazándiból fel kell térképezni, fel kell mérni, hogy hányadán áll ez a betegség, és azt kell elérni, hogy a következőkben ne tudjon olyan eltérés kialakulni, ami adott esetben súlyos egészségromláshoz, vagy akár halálhoz is tudna vezetni. Gondolom, itt alap az életmódváltás, de azt hiszem, hogy ebben az esetben már nem elég önmagában. Mi az, amit még ehhez érdemes hozzátenni? Hát meg az életmódváltás az egy olyan dolog, amit az emberek jó része alapvetően nem tud, meg nem akar megcsinálni. Tehát lehet azt mondani, hogy sokjon le a rohányzásról. Elmondtuk. Jó, és? Tehát attól még az illető, ha nagyon megijedtettől a szituációtól, akkor abba hagyja a dohányzást mondjuk 2 hónapra. És aztán utána újra kezdi. Tehát vannak olyan tanácsok, amiket nem nagyon szoktak megfogadni, vannak olyan betegségek, amiket gondozni kell akkor, amikor valaki élelmeszesedésben szenved, cukorbetegsége, magas vérnyomás, a magasabb koleszterin szintje, ezeket mindenképpen nézni kell, de hát alapvetően ugye azokon a területeken kéne valahogy keringési javulást elérni, ahol a szűkület leginkább befolyásolja a működést. Érezhetően a betegek legalábbis arra szoktak panaszkodni, hogy ez leginkább a központi idegrendszer és az alsó végtag szokott tudni lenni. A többi terület is elég zavaró tud lenni, de mondjuk speciális megoldásai is tudnak lenni a dolognak. Tehát, hogyha mondjuk a koszorúserek betegek, akkor azért arra egy elég szépen kialakult katéteres labor van, aki ezeket meg tudja oldani. Az alsó végtagnak az erei is egyébként megoldhatóak sok esetben katéterrel, csak a betegek, hogyha még nem olyan durva a tünet, hogy egy ilyenbe belevágjanak, akkor azért keresgélnek, hogy mit lehetne még csinálni. Kialakult az érelmeszesedés, akkor miket lehet még csinálni? Hát vannak különféle olyan alternatív kezelési módok, amikhez lehet még nyúlni. Lehet a vér fizikai tulajdonságait úgy átalakítani infúziós kezelésekkel, hogy az egy könnyebben keringettethető valamivé alakuljon át. És hát vannak olyan eljárások, amik egy kicsit eszközigényesebbek, mint mondjuk egy szimpla infúziónak a becsorgatása, amivel szintén lehet javulást elérni. Ez többek között például egy hiperbár oxigén kezelés lehet, ami azt jelenti, hogy magasabb nyomáson túlterített oxigént pumpálunk tulajdonképpen bele a betegbe, szinte a szószoros értelmébe. Ezáltal a vérnek az oxigén szintjét tudjuk nagyon szépen megemelni, és hogyha magasabb oxigenizációja van a vérnek, akkor a szűkület mögötti területnek az oxigén ellátottsága is javul. Hova tovább ez a dolog? Ez még arra is jó, hogy az érújdon képződést azt javítsa, tehát ilyenkor az történik meg, nem gyorsan, nem egyik napról a másikra, és nem csodaszámba menően, hogy a szűkületek előtt található érszakaszról áthidaló artériák mennek a szűkület mögötti területre, ezzel oda friss vért keringetve ez esetek egy részében elég szép megoldást szokott tudni hozni. Ez volt az oxigén terápia. Hiperbár oxigén kezelés. Hiperbár oxigén kezelés, tehát akkor ez is még megoldást nyújthat azoknak, akik érelmeszesedéssel küzdenek. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Önök a diagnózist a Szeged Televízió regionális egészségügyi magazinját látták. Új adással két hét múlva jelentkezünk. Vigyázzanak magukra addig is, viszontlátásra! A diagnózis támogatója a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. A diagnózis támogatója a Szegedi Szent Vincent Rehabilitációs Központ, ahol a gyógyulás útjára léphet.